Meg lesz-e a kaposvári vízilabdaklub szezonbeli második győzelme? Ez az egyik legnagyobb kérdése a mai mérkőzésnek. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Kaposvári vízilabdaklub BVSC Zugló az OB1B csoportjának 8. fordulójából. A KVK a 7., míg a vendégek az 5. helyről vágtak neki ennek az összecsapásnak. És ugye, mint említettem, a KVK-nak eddig egyetlen egy győzelme van hazai pályán az UBS ellen, de most elég nagy lehetőség előtt állnak a fiúk, hiszen a BVSC azon csapatok közé tartozik, akik ellen hazai pályán nem reménytelen a győzelem megszerzése. Lássuk akkor legelőször a főszereplőket. Kék sapkában a vendég BVSC, a kapujukat Györke Zsolt védi, rajta kívül még Cigány Károly, Csapó Miklós, Szabó Bence, Várnai Kristóf, Török Béla, Létai Krisztián, Ambrus Ferenc, Kovács Péter, Pásztor Mátyás, Mátyok Norbert, Nagy Almás Dániel, Szabó Bendegúz és Szakonyi Dániel a vendégek keretében. Vezetőedzők Márc Tamás, segítője pedig Szűcs Levente. Közben egy sarokdobást végezhetnek el a vendégek. Krémernek kellett már is bemutatnia, hogy milyen jó reflexekkel rendelkezik. A kaposvári oldalon, mint ahogy említettem, Krémer védi a kaput. Szécsi Zoltán ezúttal nem nevezte be saját magát a mai napra. Nemes Balázs a második számú kapus a mai mérkőzésen, és jöhet a Kaposvár. A fehér sapkásoknál Dobos Dávid, Kovács Olivér, Palotás Sámuel, Berta József, Hegedűs Bence, Pataki Gergely, Varga Zsolt. Ő tehát ismételten játékra jelentkezett az Eger után. A mai napon is valószínűleg már több szerep jut neki, mint mondjuk a Ferencváros ellen a legutóbbi hazai mérkőzésen. Tóth Kristóf, Vindis Ferenc, Juhász Szelei Norbert, Sántavi Máté, Polovic Krisztián és a már említett neve Nemes Balázs, aki a mai napon a második számú kapus. A hazaiaknál ugye természetesen Szécsi Zoltán a vezetőedző és idősebb Berta József segítőt a munkában. A mérkőzés két játékvezetője, Fodor Rajmund nekünk háttal. Ő az első számú játékvezető, a medence túlsó partján pedig Petik András. Ők fújják a mai mérkőzést, és már lassan el is telik az első két perc, sőt már túl is vagyunk rajta, egyelőre 0-0 az állás. Amikor labdát szerez a BVSC. Eltelt már az alapszakasz első fele. Hát a KVK nincs túl jó helyzetben a tekintetben, hogy a negyedik felsőházat érő helytől egyelőre elég messze van a csapat. Vannak, akik úgy gondolják, hogy már el is húzott ez a hajó. De hát persze igyekszik a csapat minél több pontot szerezni egyfelől azért, mert ugye viszik tovább az eredményeket majd a középházba, a középszakaszba. Szépen középre tett labda. Ha jól látom, egy kiállítás, Török Béla az, akit kiküldenek, majd pedig jöhet majd az 5 méteres is, és meg lehet a vezetés a Kaposvárnak. Ugye, mint említettem, viszi tovább a csapat a pontszámait, az eredményeit, de hát ugye, ha úgy alakulnak az eredmények, a matematikai esély megvan még a felsőházba jutásra, csak hát ugye ehhez nem igazán csak a saját kezében van a KVK sorsa. Tóth Kristófnak is el kell közben hagynia a játékteret, valószínűleg valami kis sérülés miatt. Szállították ki őt a játékvezetők, ezért áll most a játék. Több
sérülésről van itt szó, én azt hiszem, hogy őt kiállították a játékvezetők, mint sérülés. Igazán őszintén szóval pont nem figyeltem, mi zajlott, akkor épp ott a vízben középen. Valószínűleg Tóth Kristóf sem így képzelte el ezt a mérkőzést, hogy ilyen hamar kiszedik őt a játékvezetők a mai mérkőzésen. Bárta lövését pedig védi Györke Zsolt. Nem épp államszerű a rajt ezzel a kiállítással, valamint a kiadott 5 méteressel. Mint több Török Béla már úszik is előre. És emberölőnyben támadhat a BVSC, most egészülhet ki a csapat. A játékvezetők a Kaposvárnak ítélik a labdát. Két méteren belülre jutott a BVSC akciója, ezért az ítélet. Berta, aztán vissza Vargának. Szépen járatja a labdát egyelőre a kaposvári csapat, alig pihen a játékosoknál a labda, és Varga próbálkozott lövéssel, amely aztán mellé ment, így a kapuból jöhet a BVSC. A két csapat ugye az első fordulóban futott össze egymással, akkor a BVSC hazai pályán győzni tudott. ...12-10 lett annak a mérkőzésnek a végeredménye, de sokáig szoros volt az a mérkőzés. 4-4-ig teljesen egál volt, aztán a BVSC egy jó periódust produkálva elhúzott 4 góllal 8-4-re. A vége előtt viszont sikerült még, hát ha lőtávon belülre nem is, de visszajönni a Kaposvárnak. Pata kilőhetett kapura a centerből. Györk azonban könnyedén védett. Patiknak nem volt könnyű helyzete, rajta volt a védő. Kapura is kellett fordulni, és most ismételten a kaposvárjaknál a labda. Időt kért Szécsi Zoltán, hogy megbeszéljék a következő akciót, innen folytatjuk majd nem sokára. Kovács Olivérnél a labda, a szabad dobást követően, pontosabban az időkérést követően a játékvezetői labda után. Megint Kovácsnál a labda. Jön a lóba, megint Kovácsnál a labda, egyre nincs meg a lövőhelyzet. Juhász elejtette tovább, aztán egy nagy birkózás. Polovic nem lövi el, most tovább teszi Kovács Olivérnél, le fog járni a támadó idő. Így jöhet a BVSC. Továbbra is 0-0 az állás. Már csak 3 perc van vissza az első játék részből. Hát ne lehetett számítani arra, hogy szoros lesz a mérkőzés. Hogy nagy lesz a csata.
Ugye a BVSC még jobb helyzetben áll a negyedik hely megszerzése tekintetében. Talán a Miskolc lehet majd a nagy riválisuk, mellé a lövés nagy szerencsére. Bármely Kristóf próbálkozott így. Gyanítom abból kifújólag, hogy a nyitófordulóban megvertek minket, illetve hát mégiscsak azért a négy közé jutás a cél a vendégeknél. Győzni értek ide Kaposvárra. Nem sikerül megúszni a BVSC-nek. Juhász Szelejét állítják ki a játékvezetők, és időt kérnek a vendégek. Márc Tamás dönt úgy, hogy ha már ember előnybe kerültünk, akkor értekezzünk kicsit, hogy játsszuk azt ki. Már is járatja a labdát körbe a BVSC Létai. Tette tovább, aztán most Pásztor, megint Létai. Hát középre, centerbe sikerült talán beleérni a középen Kovácsnak. Cigány, 10 másodperc még a támadóban kiegészül a Kaposvár, és Krémer véd nagyot Létai lövésénél. Létai egyébként az alapszakasz első mérkőzésen a Kaposvár ellen négyszer is betalált. Rá mindenképp érdemes odafigyelni. De hát gyanítom, jól tudják ezt a kaposvári fiúk is. Megint egy szabad dobás a középre tett labda. Kovács Péter. És megadják a gólt. Azonnal elvégzett szabad dobás Kovács Pétertől. Van pont, hogy nem adják meg a gólt. Hát, hogy Kovács ellen ítéltek, és már is támadhat a Kaposvár. Berta próbálkozott egy csavarral. A blokkon pattant meg elsősorban, ezért ment annyira mellé. Pásztor keres társat, most találja meg Létait. Most megint megszerzi a labát a Kaposvár. Egy szabálytalanság után 57 másodperc még az első negyedből. Krémer lesi a többieket, 20 másodperc még a támadóból. Cseréltek is egyet a hazaiak. Hegedűs szádba a víz, de most ér fel a támadáshoz, és kapja meg a labdát. Hegedűs lopja a távolságot, és lőni is fog. Óriási fél azonban Györke Zsolt. De gyakorlatilag végig támadhatja a Kaposvár a negyedből hátra levő időt. Berta. Sántavi dédelgeti a labdát, aztán teszi tovább, ha jól látom, Hegedűsnek, nem Kovács Olivér az. Kovács emelkedik ki a vízből, és befele pattan. 10 másodperccel az első negyed vége előtt megvan a vezetés a Kaposvárnak. A csapatkapitány Kovács Olivér szerzi meg a vezetést a fehér sapkásoknak. Thank you.
Kovács Olivérnek ez volt a 9. gólja a bajnokságban. Krémer véd nagyot létai távoli lövésénél. Aztán Krémer pedig mutatja, hogy ő már nem dobja előre, menjünk pihenni. Egy negyed után tehát 1-0-ra vezet a kaposvári vízilabda klub, innen folytatjuk nem sokára. A BVSC hozza el a ráúszásnál a labdát a második negyedben. Kovács Olivér góljával tehát 1-0-ra vezet a KVK. És ugye belekezdtem, hogy a kaposváriak csapatkapitányának ez volt a 9. gólja. Ezzel pedig most már ő az egyedüli házi gól király jelen pillanatban. Rajta kívül még Berta, Dobos és Juhász Szelei is 8-8. Gólt lőtt eddig a szezonban, de hát most már túlszárnya őket Kovács. Megszerzi a labdát a KVK. Krémer indítja Dobost. Dobos húz középre, aztán beteszi a labdát Hegedűsnek, Hegedűs lövését viszont hárítja Györke Zsolt. Létei aztán Szabó Bendegúz. Török mind is vele szemben. Szabálytalan volt a kaposvári hamar elvégzett bedobás, itt egy újabb szabálytalanság, ez itt a Juhász Szelei. Török lejár a támadó ideje a vendégeknek. És ebben a pillanatban jön a Dudaszó, így érvénytelen a BVSC gól. Kovács Péter lőtte mélkapó, biztos, ami biztos, bár biztos vagyok benne, hogy tudta azt, hogy már nem lesz ideje időben elveszteni a labdát. Krémer. Kolovic. Most érkezik fel eszembe Csapó. Juhász Szelei. Teszik középre a labdát. Csapó volt szabálytalan, vele szemben kiállítják a játékvezetők. Így emberölőben támadhat a KVK. Juhász Szelei lő. És ezek szerint Györke Zsolt nem ért bele, csak a blokk. Úgyhogy jöhet a BVSC. El is telt már 2 perc ebből a negyedből is. Továbbra is az az egyetlen Kovács Olivér gól, amit feljegyezhetünk a mérkőzésen. Török harcol ki egy szabad dobást, mind is el szemben. Aztán egy újabbat. Dobos ellen fújnak a játékvezetők. A középre tett labda, ott a lövés, óriási két Krémer. Nagy Ámos. Csapó harcol ki egy újabb szabaddobást. Nagy Ámos kapja, húz középre. Nem teszi be centerbe, vár még egy kicsit, csak most. Óriási a gyulakodás bent középen. És Farga Zsoltot kiállítják a játékvezetők. És időt kér a vendég együttes, hogy valamit kitaláljanak erre az emberelőnyös akcióra. Thank you.
Pásztorn, aztán Létai már a labdával az időkérést követően. Próbálja mozgatni a kaposvári védelmet a vendég alakulat, ott tolódés, és óriási két Krémer a kapufa segítségével hárít. Továbbra is érintetten a kaposvári kapu. Nem sikerül megúsznia senkinek, bár itt Vindus a jobb szélen volt talán, aki megjátszható lett volna. Berta, megénikül a közönség hangja. Sarokdobás jön. Györke Zsolt védett. Juhász Szelei. Vindis helyett Sántai, aztán még mindig nála a labda. Kovács Olivér. Teszik középre, Pataki eltűnt a vízben. A síp viszont néma maradt. Vármai vette őt kezelésbe, de hát ezek szerint még a szabályos határokon belüli eszközökkel. Létai. Kiállítják Patakit. Emberölőnybe kerül a BVSC. Létai a túloldal a cigánynak. Visszakapja Létai. Pásztor, aztán cigány át a túloldalon. Nagyon szépen kijátszott akció volt. Nagy Álmos a gólszerző. Ezt most sakmatra kijátszotta a BVSC, és ezzel egyenlítenek a kék sapkások. A BVSC szezonja ugye, hát azt hiszem, talán az elvártaknak megfelelően alakul. Nagyjából ők is így képzelhették ezt el, ezt a szezont. A kupában ugye rögtön tovább jutottak. A hazai rendezés is elejtezőben. Aztán a bajnokságban is eddig jól állnak. Három győzelmük van eddig, de megverték a Kaposvárt, az UVS-ét, valamint a Tatabányát. És emellett ugye a nemzetközi szinten és az Európa kupában is negyed döntőt játszanak majd. Óriási lövés Sántavitól, hatalmasat csattant a kapufán. Bertelen a szabálytalanság. Hegedűs, aztán megint Berta. Vindis. Kovács Olivér, kiértve egy szabad dobást. És időt kér Szécsi Zoltán, innen folytatjuk akkor nem sokára. Ember előnyben támadhat a kaposvári együttes, Pásztort küldték ki a játékvezetők.
egy újabb nagy lehetősége lett a Somogyi együttes, hogy visszaszerezze a vezetést. Kovács Olivér, Vindis lő is. Györke viszont a helyén volt. Már is támadhatnak a vendégek. Szabó az, aki felúszott a labdával. Aztán most Cigánynál ad a Cigány lövjel kapu fölé. Marad az 1-1-es állás. 2 perc még a fél időig. Krémer hozza fel a labdát, megjátszani viszont egyelőre nem tud senkit. Senki nem volt, aki meg tudott volna úszni. Mind is kapja majd a labdát. Szedi össze. Tolod és ott a gól! Polovic Krisztián visszaszerzi a vezetést a KVK-nak. Egy passz a szabad dobást követően. Újra előnyben a hazai csapat. Ez volt a 4. találat a Polovicnak a szezonban, a bajnokságban. Jó lenne megtartani ezt az előnyt, vagy akár még növelni itt a fél idő előtt. Néhány gól azt hiszem helyre tenné a kaposvári önbizalmakat. Amiből még jobb játék jöhet majd ki esetleg belőlük. Szécsi Zoltán azt, pont ezt mondta, hogy igazából a BVFC nem egy úgymond bonyolult csapat. Ha mindenki tudja hozni a kaposváriaktől azt, amit tud, közben Polovicot küldik ki. A játékvezetők is kerül emberelőnybe a BVSC. Szóval, hogyha mindenki hozza a kaposváriak közül a maximumot, amit tud, akkor bizony simán legyőzhető ez a BVSC. Nagyon gyorsan járatja a labdát a vendég együttes. Létailóban gyönyörűen tette tovább a labdát. Bármely kezéből viszont kicsúszott ez a már-már szinte assziszt. Sántavi hozza. Elérkezett az utolsó 1 perc, ez a második negyed. Hegedűs. Megérni a kaposvári szurkolók hangja is. Kovács Olivér. 7 másodperc meg a támadóból lőnie kell. Kovács lő, lepattan a blokkról. Kaposvári támadó idő és a negyedből hátralévő idő között nyugodtan támadhatunk. Sántavi akár lőhetett is volna. Megjogosan pörgette inkább az időt. Ez viszont talán kár volt. Hegedűs próbálta megküzni a váratlant egy kapura lövéssel, és most megindul a BVSC Pásztor Zitzerben. És óriás ütfét Krémer. Megvan a labda a Kaposvárnak, Pásztor pedig ki is állítják a játékvezetők. Ugyász szeleivel szemben volt szabálytalan, picit odafejelt. És szeleivel ki is állítják őt. Nem őt. Egyes mutatok, az pedig Zivász Szelei lesz, ahogy látom. Szinte hihetetlen. Emberölőben támadhatták a BVSC, 8 másodperc még az első fél időből. És óriási tét Krémer, óriási tét Krémer. Egyszerű volt a közértetett labda. Kovács Péter volt az, aki egy pöttyintéssel próbálta kapuba juttatni a labdát.
percek van már, vannak már csak vissza a fél időből, sőt már annyi se. Egy fél idő után tehát 2-1-re vezet a kaposvári tízilabdaklub a BVSC ellen. Hamarosan jövünk a második fél idővel. Dobos hozta el a labdát a ráhúzásnál, ugye a kaposváriak vezethetik a második félidő első támadását. Mindisnél a labda. 2-1-re vezetnek a somogyiak. Jönne akár rögtön a mérkőzés folyamán először egy két gólos előnyt kiharcolni. Patakit választják el a labdától. Török Béla volt az. Ő kapja a labdát Györkétől. Egy szabad dobás. Aztán rögtön még egy BVSC oldalon. Óriási harc középen Polovic. És Andrus harcolt nagyot. Megvan a labda Krémernek. A szabad dobást követően. Hát aki fordul a védőről, pontosan próbált volna meg, hogyha hagyták volna. Kiharcol egy 5 méterest. A KVK játékosa meg lehet tehát a két gólos előny. És jól látom, ez itt a Lemberta, hanem Kovács áll oda. És meg is van a gól. 3-1-re vezet Kovács találatával a KVK. Duplázni tud a kaposváriak csapatkapitánya. És ezzel először a mérkőzésen két góllal vezet a KVK. Nagyon kemény a csata eddig. Amellett, hogy hát viszonylag gólszegény a mérkőzés, kevés a találat, és nem nagy a különbség a két csapat között. Igazán kemény párharcok vannak a vízben, és most is folyamat középen is, amiért majd szinte értetlen Polovicéknál. Végül egy szabad dobás, és a kapufáról kipattan, de sikerül összeszedni el Kaposvárnak. Jellemző az egyébként, közben Dobos úszik meg. Dobos teszi középre Patak, pontosabban ott. Heged is volt ott középen, egy távolodés Polovic Szolani elszáll a kapu mellett. Rendre nagyon kemény meccseket játszik a két csapat egymással, ugye hát a szezonbeli első találkozó is igen szoros volt. Könnyen eladott labda a BVSC-nél, így fordulhat a Kaposvár. És hát a múltban is volt példa például olyan mérkőzés, amikor háromszori hosszabbítás után született csak döntés. Összességében egyébként az OB1-es mérleg 8 BVSC győzelem, 2 döntetlen és 4 kaposvári siker. Sántali harcol ki. És abban lőtt kapura, és
ezáltal egy sarokdomásolját a KVK. Sántévesszen Hegedűs. Helyett Kovács Oliver lesz az, most teszik közép a rendát Kovács. Kovács harcol ki egy szabadulást. És ember előnye kerül a KVK. Időt is kérem, miatt gyorsan Szécsi Zoltán. Kovács Péter volt az, akit kiszórtak a játékvezetők, így emberölőnyben támadhat így a Kaposvári alakulat. Berta dobos, Vindis, megint Berta dobos, ott a lövés is, óriási véd Györke Zsolt. Én már majdnem beláttam ott a felső sarokban a labdát. Vindis, kiegészülhet a BVSC. Sántabilé, kapu mellé. Ezt is többen bent látták már itt a lelátón. Néhányan már a kezüket emelték. Török kapja vissza a labdát. Töröktől messziről Krémer véd nagyot. Török bombája után. Szereztek egy-két tartaléklabnát a kaposvári kispadhoz, úgyhogy most már folytatódhat a játék. Létai. Török a szabad dobással, azt Létai találja meg. Egy szabad dobás középet a tabla, ott a csavar is. Kőner véd nagyot. Aztán Létait állítják ki a visszaúszásnál, Bertával szemben volt szabálytalan. Ember előnyben támadhatta át a Kaposvár, jó lenne még tovább növelni azt az előnyt. Mind is szedi össze ezt a paszt. Így is kapja vissza, kiegészül a BVSC. Berta lő, fölpattan a labda és a kapufáról hagyja el a játékteret. 3,5 perc még a harmadik negyedből, amikor a BVSC támadhat. És azonnal kiállítják Sántavit ennél a szituációnál. Most a BVSC támadhat majd emberelőnyből, ezért kér gyorsan időt a vendég alakulat.
Már is támadhat a BVSC. Csapó. Pásztor, megint Csapó. Aztán Cigány. Kiegészülhet a kaposvári csapat. Cigány lő, és Krémer véd nagyot. Nem a kapufáról ment ki ezek szerint. Mutatja a hozzánk közelebb álló játékvezető. Krémer most teszi előre Kovács Olivérnek. Kolovic emelkedik ki, de passzol, csak nem lő. Kolovic úszik be aztán középre. Nagy lövés Findistől, viszont túl magasra pattant a labda, marad a 3-1-es kaposvári vezetés. Eltelt viszont újabb egy perc ebben a negyedből, így már csak 2,5 perc van hátra a harmadik negyed végéig. Ismételten szabad dobás a vendégeknek. A középre tett labda. Bertát küldik ki, mert tartják egy szabálytalanak a játékvezetők. 5 méteresre jöhet a BVSC. Cigány Károly áll oda. Krémerrel szemben Cigány lő. És 3-2-re módosítja az állást. Krémer azután nem tudott védeni. Múltkor az Eger ellen egyszerűen hárította sorra a büntetőket. Cserék mindkét oldalon. Elég kemény lesz még itt a vége ennek a találkozónak. Egyik csapat sem tud elszakadni a másiktól, de inkább az a baj, hogy a Kaposvár nem, ugye? Hiába volt meg az előbb már a két gólos előny is. Ki mennyivel nyugodtabban lehetett volna fordulni az utolsó negyedre. Polovic. Aztán Varga. Kapja vissza azonnal Kovácstól, Kovács pedig szintén visszakapja. Szabó Bendegúzt állítják ki a vendégeknél. Patakiról húzta le még a sapkát is. Hegedűs Varga. Kovács Olivér. Mindis Hegedűs nem lövi el. Varga. Mindis, kiegészülhet a BVSC. Varga lövését éri Györke Zsolt. Patoki pedig visszakapja a sapkáját. Hát az előbb Szabó Bendegúz távolított el róla. Sapka rendben, jöhet a kaposvári sarokdomás. Hegedűs végezte el, aztán Varga. Kaposvári szabad dobás. Kovács Olivérnek, Pataki bent középen megint nagyobb birkózik Szabóval. És egy újabb kiállítás. Szabó Bendegúz mehet megint ki a padra. Középet a tagda, Patakinek viszont magas volt. Elszalasztotta ezt a lehetőséget a KVK, nem sikerült újabb gólt szerezni emberelőnyből. Cigány hozza fel a labdát, és már csak másodpercek hátra a negyedből, belépünk az utolsó percbe. Pásztor. Pásztor lövi el, és befele pattan a kapufáról.
Kiegyenlít a BVSC a harmadik negyed vége előtt 46 másodperccel, így 0-0, valamint 1-1 után ismét döntetlen Real a találkozó. Megint kezdődhet minden előről. Említettem ugye, hogy mennyire szoros meccseket játszott az utóbbi időben a KVK a BVSC-vel. De tavalyi szezonban is egy csoportban szerepelt a két csapat az alapszakaszban. És akkor is érdekesség, hogy az előző, valamint az első, valamint a nyolcadik fordulóban futott össze a két együttes, csak éppenséggel akkor Kaposváron kezdtek, majd a nyolcadik fordulóban a Zugló otthonában játszották a mérkőzést. Kérdez egy szabad dobást a BVSC, még így fél perccel a negyed vége előtt. Szóval akkor Kaposváron 7-7-es döntetlen született, idegenben viszont 3 góllal kikapott a KVK. Szabó Bence tört előre, még mindig nála a labda, kis szerencsével jön a csavar tőle, de erőtlen volt Krémer, könnyedén védett, 4 másodperc még. Pataki teszi előre, és Györke úgy látta, hogy jobban még beleérni, mert valószínűleg fölé ment volna néhány centivel. Innen folytatjuk, majd nem sokára jön a negyedik negyed 3-3-as állásról. Kevésen múlott, de végül a BVSC húzta el a labdát. Bertért ugyan először bele, de aztán nem sikerült hátrafelé húznia. A vendégek vezethetik az első támadást a záró felvonásban. Óriási harc megint bent középen. És ha jól látom, Létai az, bár nincs rajta sapka. Kovács Péter lesz az szerintem, aki úszik vissza, sapka nélkül, ő volt szabálytalan az előbb. Berta. Varga vissza Bertának. Kovács Olivér, megint Berta. Berta lő, és óriási gólt lő. Györke Zsolt. Hatalmasat vetődött gyakorlatilag, de ez az osonós labda bizony utat talált a kapuba. Ismét vezet a KVK 4-3-ra. Utaltam egyszer rá, hogy minden kezdődhet előről, ez lehet a mindent eldöntő negyed. Már hogyha ugye lesz döntés. Hét perce van még a BVSC-nek arra, hogy fordítson az eddigieken, hiszen végig a Kaposvár vezetett ezen a mérkőzésen, döntetlennél jobban soha nem álltak. Cigány. Tartaná befele tettad, de újha. Polovic csapta fejbe Kovács Pétert. Elég látványosan. Nem merelünkbe kerül a BVSC. Két gólt lőttek eddig emberelünkből. És abban egyet. És itt van az újabb. Ma megelőlegeztem nekik. Ismételten Egál, tehát 4-4 Kovács Péter gólja után. Kőkemény brusztolós mérkőzés, és hát ez az eredményen is látszik. A
tanítom nagyon sok erejét, felemészti a játékosoknak ez a rengeteg birkózás. Kovács. Sántagi. Cigánnyal szemben harcolt ki egy szabad dobást, aztán megint Kovács. Sántér menekedik, és lőtte el, Györgyőre viszont kipattan. Kovács Oliver szedi össze a kipattanót. Palotás, aztán Kovács Oliver, megint palotás. Mindig csatlakozik be hozzájuk. 12 másodperc már csak a támadó időből, megint Györke véd, ezúttal viszont összeszedi a labdát. A kékmezes alakulat. Szerintek meg a vendégek. Szabó Bence harcol két szabadobást Kovácson. Szabotaszi töröttek és megszerzi a labdát. Óriási verekedés közben Kovács Oliver és Szabó között. Kikérik a játékvezetők a labdát. És mind a kettőjüket kiállítják a játékvezetők. Mint Kovácsot, mint pedig Szabó Bencét. Palotás. Berta. Aztán megint Palotás. Most egészülnek ki a csapatok. Megszerzi a labdát a BVSC abban a szent pillanatban. Létei aztán Cigány. Középetett labda. Töröket húzták le. Jöhet az újabb BVSC büntető. Egyet már bevart Cigány, erre viszont Létai áll oda. Először szerezhet vezetést a BVSC mérkőzés folyamán. Létei találatával, tehát először vezet a BVSC a mérkőzésen. Pont arra gondoltam, amikor mondtam, hogy a döntetlenné jobban eddig nem állt a BVSC, és végig a Kaposvár vezetett, vagy egál volt, hogy hát emiatt azért jobban megérdemelném a győzelmet a hazai csapat. Ugye góra játszak, és ez a legfontosabb, hogy abból szerezzen többet az egyik csapat. Pataki vár a sípszóra és a középkezdésre. Megvan a jelzés a játékvezetőktől. Sántavinál a labda. Aztán Lindis, Sántavi kapja vissza. Megint Lindis. Sántavival ketten oldják meg eddig ezt a akciót. 8 másodperc meg, és Sántavi azonnal kiegyenlít, így kell ezt csinálni. Négy perccel a negyedik negyed vége előtt ismét
Egál 5-5 ezúttal. A KVK-nak ez az utolsó hazai mérkőzése ebben az évben. November 23-án utaznak majd a Honvédhoz, aztán januárig nem rendeznek fordulót az OB1-ben. Széchenyi pedig szerettek volna mindenképp már csak emiatt is nyerni ezen a találkozón, nem csak azért, hogy legyen meg a második győzelem, hanem hogy a hazai szurkolóktól eredményesen szépen búcsúzhassanak. Kovács Péteren a szabálytalanság egy kapu előtt. Majd aztán Létait is kiállítják a játékvezetők, aki pedig Bertát húzta vissza, akadályozta meg az úszásban. Széchenyi Zoltán pedig időt kér, hogy akkor használjuk ki az emberelőnyös szituációt. Három perc, 47 másodperc van még vissza akkor, amikor emberelőnyből támadhat a kaposvári alakulat. És hát eddig még nem sikerült gólt szereznünk ezen a találkozón emberelőnyből. Ideje lenne megtörni ezt a rossz szériát. Ott van a gól! Vindis varja be, ismét vezet a kaposvár. 6-5 a somogyiaknak. Hát egyszer megelőlegeztem az emberelőnyös gólok számát a BVSC-nél, hogy már kettő van nekik, mikor csak egy volt. Most pedig csak szóba kellett hozni azt, hogy még nincs gól emberelőnyből kaposvári oldalon, és már is megszületett. Cigány. Legyen meg a győzelem is akkor. Azt kívánom, Pásztor. Óriási birkozás megint bent középütt Varga is. Kovács Péter között. Cigány, cigány lő, Krémer véd nagyot. Lehet a sarokdobás majd. Cigány, mind is vele szemben. Bertát látták szabálytalannak. Pedig Kovács Olivért. Pásztor nem lövi el. Kovácshoz kerül labda, akitől sikerül megszerezni a labdát Vargának. Három perccel a vége előtt újabb kaposvári támadás. 6-5-re vezet az együttes, és ha most tudnánk szerezni egy gólt, azt hiszem, hogy akkor nagyon nagy lépést tennénk a győzelem felé. De legalább a pontszerzés felé mindenképp. Kovács. Gyalcol egy szabad dobást. Sajnálom, hogy 5 másodperc még a támadóból. Kovácsnak kell lőni, nem lövi el. Patakinek teszi közébe. Patakit pedig elnyomták most ez alkalommal. Györke teheti előre labdát. Cigány, aztán Pásztor, Szabó Bence. Itt teszi középre, és egy nagyszerű góllal ismét egyenlít. Török Béla találatával a BVSC.
hihetetlen ez a mérkőzés eddig. A legkeményebb hazai találkozója ez a KVK-nak eddig a bajnokságban. Sántavi, Kovács Olivér kiarcol egy szabad dobást, aztán megint Sántavi, és labdát szereznek a vendégek. 2-1-ben úsznak rá Sántavira, Sántavi meg sikerül azért megállítani ezt az akciót. Létai. Csapó, megint Létai. Létai most ő óriási kapufát dob, és összeszedik a labdát, azt hiszem a vendégek. Sőt, még szabad dobással jöhetnek. 1 perc, 14 másodperc van még a mérkőzés végéig. Egyre inkább döntetlen szagú ez a találkozó. Középhetett labda, ezt most jól ennek kivédekezni. És meg is van a labda, Krémer szedi össze. Belépünk az utolsó percen belülre. Nem sikerül megúszni egyelőre senkinek kaposvári részről. Tehát a támadó idő fele már csak 10 másodperc, amikor Hegedűs a kezébe veszi a labdát. Berta emelkedik ki, Létai szorongatja, erősen Berta lő kapu fölé. Viszont a Györkel beleér, úgyhogy jöhet egy sarokdobás. 30 másodperc a támadó időből. És 34 a negyedből, ami vissza van. Végig támadhatja a KVK-t, tehát a mérkőzés gyakorlatilag Berta harcol ki szabaddobást, aztán Létai játssz el a nagy halált, és elveszik a labdát a játékvezetők. Létai természetesen meggyógyul, már úszik előre. 20 másodperc még ki kellene védekezni. Ott töledés mellé. 16 másodperc még a mérkőzésből. Krémer kapja a labdát, és ott úszik Kovács Olivér. Ott úszik Kovács Olivér, a túloldalon pedig Sántavi. 2-1-ben vihetik a BVSC kapuján. Nézzük Kovácsot. Kovács zicserben, Kovács lő. Gól! 5 másodperccel a vége előtt ismét vezet a Kaposvár Kovács Olivér góljával. És időt kérnek még a vendégek erre a maradék 5 másodpercre. Hát, ha sikerül még kitalálni valamit. De reméljük, hogy elég kevés az az idő már ahhoz, hogy ne történjen itt változás. Óriási védekezés itt a végén a Kaposvártól, és egy nagyszerű megúszásból ott a vezető találat. Innen folytatjuk majd az időkérés után. Nehezen indul ez az utolsó 5 másodperc, hiszen óriási a csata. Már akkor is, amikor még játékban sincs a labda. Megy a birkózás, a pozícióharc folyamatosan. Na még egy kis eszmecsere, Cigányt. És Kovács Olivért, a két csapat kapitányt hívja ki, Fodor Rajmund játékvezető. Hát úgy zárul ez a mérkőzés, ahogy amilyen az egész találkozó volt. Végig nagy csata,
két kiállítás Kaposvári oldalon. Folyamatosan bent is megy még mindig a balhé. Hegedűs és Létai között. Kerül be a labda középre. Györke már is a játékvezetők fújnak. És visszakérik a labdát. És kiállítják a két Kaposvárit. Pontosabban az egyik Kaposvárit, nem látom ki az. Úgy úszik ki ott a sarokban, talán Sántavi az. Még a vendégeknél Pásztor az, akit kiküldenek a játékvezetők. Visszakérik a játékvezetők a labdát. Györke reklamál, hogy vissza kéne állítani az órát a 4 másodpercről 5 másodpercre. A játékvezetők mutatják meg ki, hogy hátrébb. Fodor Rajmund jön ki, hogy megbeszélje a zsűri asztalon, és végül is az a döntés, hogy hogy 6 másodperc lesz még vissza ezek szerint. Hát nem gondoltam volna, hogy így elhúzódik ez az 5 másodperc. 6 másodperc még akkor vissza, ezek szerint nem 5, ez a játékvezetők döntése. Teljes a káosz itt a városi fürdőben. És akkor most visszaállítják 6 másodpercre az órát. Most érkezik be a labda. Elindul az óra is. A középhetett labda, nagy birkózás középen. Még egy szabaddobás, 1 másodperc vissza, középre tett labda, Krémer ér bele, és megvan a győzelem. Hát szó szerint nehéz szülés volt, főleg itt a végével. De nagy nehezen behúzta a Kaposvár szezonbeli második győzelmét. De 2016-os esztendőtől egy győzelemmel búcsúzik a KVK szurkolóktól. Zúga szép volt, fiúk! Kedves nézőink, tehát Kaposvári vízilabdakú BVSC 7-6. Ezzel búcsúzunk, köszönjük, hogy velünk tartottak. Fülöp Zsolt, operatőr kollégám nevében is búcsúzom. Cserhami Krisztiánt hallották, viszontlátásra, viszonthallásra.